Lövik a Várkonyi téri dombokat Szolnokon. A hóágyú ezen a téren is megteremti a mesterséges havat a város kedvelt szánkózóhelyén. Nagyon örülünk, szeretünk itt lakni, és csodálatos, hogy ez a lehetőség áll a családok előtt, tele vannak a gyerekek élettel, és el tudunk jönni örülni ide. Egyre gyakrabban hómentesek a telek. Ezért a téli sportok űzése érdekében hóágyúkat is be kell vetni. Ahhoz, hogy a mesterséges hó megmaradjon, egyetlen dologra, száraz hidegre van szükség. Már múlt héten látszódott, hogy meg fog érkezni Szolnokra a szibériai hideg, és meg is érkezett a tegnap este folyamán. Előre készültünk, és tegnap este elkezdtük a Várkonyi téri szánkozódómnak a technikai hóval való ellátását. Én úgy gondolom, hogy a következő pár nap ezt mindenképpen megadatik. Rengeteg szolnoki család, rengeteg szolnoki gyerek fogja élvezni a télnek ezt a áldását. Az Alföld közepén nehéz igazi szánkózó helyet találni. Ez a két domb sem mesterséges képződmény. A 70-es évek nagy építkezései során összetolt földből alakult ki. Ez szuper! A környéken élők már a hóágyú hangjára ébredtek. A néhány milliméter vastagságú hótakarót le is tesztelték. Nagyon nagy örömmel fogadtuk, igazából ez volt így az első, talán ebben az évben, hogy így a hóágyút alkalmazták ezen a területen. Ugye eddig nem nagyon található volt itt meg hó, aztán most nagy örömmel fogadjuk, hogy itt tudunk játszani, megnézni. A következő napokban napközben is fagypont körüli hőmérséklet várható. Itt szinte biztos, ahogy eddig minden évben, most is megtelik szánkózókkal a két domb.